ima munka lehetőségért. Halleluja! Drága mennyei atyám, én Jézus nevében jövök eléd, és hiszem, megvallom a te igédet, mert tudom, hogy gondod van a te igédre, hogy te beteljesítsd azt. A beszéded, amely szádból kimegy, nem tér hozzád vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amit akarsz, és megtermi gyümölcsét ott, ahová küldted. Köszönöm, mennyei édesapám, hogy igazság által vagyok erős. Nem gondolok a nyomorral, mert nincs mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzám. Köszönöm azt, hogy te termővé, gyümölcsözővé teszed a kezeimnek minden munkáját. Köszönöm azt, hogy te magot adsz a magvetőnek, és te kenyeret adsz az éhezőnek. Köszönöm, mennyei atyám, hogy te vagy az irgalmasságnak az atya, és a minden vigasztalás istene. Köszönöm, hogy te megvigasztalsz engem minden nyomorúságomban. Köszönöm, hogy te vagy a jólét és a bátorítás forrása. Ezért én bátor vagyok. Megállok a hitben Jézus nevében, és növekszem a te erődben. Azért én bátorságos vagyok, és a kezeimet le nem eresztem, mert az én munkámnak nagy jutalma van. Halleluja! Mivel munkálkodom, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint, illetve köszönöm, hogy mindent a te kegyelmedből kaptam, mert megvan írva, hogy kegyelemből és nem cselekedetekből, hogy senki se kérkedjék. És köszönöm, Jézus, hogy te vagy a kegyelem, aki bőséggel osztod az ajándékaidat, és aki kér, az kap, az örgetőnek megnyittatik. És köszönöm, hogy te mérték nélkül adod a szellemet, és köszönöm, hogy te ima meghallgató Isten vagy, és köszönöm, hogy aki tojást kér, az nem kígyót kap, mert te egy csodálatos mennyei édesapa vagy, aki gazdagon árasztod az áldásodat, bőkezően. Én megvallom, hogy becsületbeli dolognak tartom, hogy csendes életet éljek, saját dolgaimat ellássam, tulajdon kezémmel munkálkodjak. És köszönöm, hogy a kívülvalók iránt is tisztességem van, és semmiben sincs szükségem. És fej vagyok, és nem farok vagyok. Nem engem mozgatnak, csóválnak, hanem én vagyok vezető pozícióban. És köszönöm, hogy nem kéregető vagyok, hanem adó vagyok. Illetve ha kérek, akkor tőled kérek, de nem emberektől. Köszönöm, hogy ahogy te rendelted, csendesen munkálkodom, és a magam kenyerét eszem. Köszönöm, hogy gyarapodom bölcsességben, Isten és emberek alatt való kedvességben. Köszönöm, hogy megtanítasz, hogy jó cselekedetekben járjak, és ne gyümölcstelenségben. Köszönöm, hogy te tudod az én dolgaimat, és adtál előmbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Köszönöm neked, hogy nem félek, mert te velem vagy, nem csüggedek, mert te vagy az én, Istenem, mennyi édesapám. Megerősítesz, megsegítesz, és igazságod jobbjával megtámogatsz engem. Megvallom, hogy megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellenem, semmivé lesznek és elvesznek, akik velem perlekednek. Megsemmisülnek teljesen, akik engem háborgatnak, mivel te vagy az Uram, Istenem, aki jobb kezemet fogod, és aki azt mondod nekem, ne félj, én megsegítlek. Köszönöm, hogy semmi felől nem aggódom, hanem imádságomban és könyörgésemben minden alkalommal háladásra tárom fel kívánságaimat
te előtted, és a te békességed, amely felülhalad minden értelmet, teljesen megőrzi szívemet és a gondolataimat a Krisztus Jézusban. Én megvallom, hogy mindenre van erőm a Jézus Krisztusban, aki engem megerősített. Az én Istenem pedig betölti minden szükségemet az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Én megőrzöm számot és nyelvemet. Köszönöm, hogy megtartasz a nyomorúságtól. Köszönöm, hogy nem félek és nem rettegek, mert te, az én Istenem, jössz velem, nem maradsz el tőlem, sem el nem hagysz engem. Bátor vagyok és erős vagyok. Köszönöm, hogy megszabadítasz engem a gonoszok kezéből, kimentesz minden gonosz hatalmaskodó markából. Köszönöm, hogy rám szállnak az áldások, illetve rám szálltak és megteljesedtek rajtam, és én hallgatok az én Istenemnek szavára. Köszönöm, hogy áldott vagyok a városban, áldott vagyok a mezőben. Áldott minden, amire ráteszem a kezemet, áldott földemnek gyümölcse, magomnak gyümölcse. Áldást parancsolsz mellé mindenben, és megáldasz azon a földön, amelyet nekem adsz. És köszönöm, hogy bővölködöm minden jóban, megnyitod nekem a drága kincses házadat, az eget, hogy esőt adjon az én földemnek alkalmas időben, és megáldott kezeimnek minden munkáját. Uram, te életet, áldást adtál elém, és én köszönöm, hogy az életet kaptam, hogy élhessek mindén, mind magam. Halleluja, Uram, szeretlek tégedet, és Istenem, hallgatok a te szavadra, ragaszkodom hozzád, mert te vagy az én életem, és az életemnek hossza. Halleluja! Köszönöm, hogy megvan írva, hogy a te szerelmet kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, aki adatott nékem. Köszönöm, mennyi édesapám, hogy én veled egyesültem, és egy szellem vagyok veled. Ezért kerülöm a paráznaságot, nem vétkezem a magam teste ellen. Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, amelyet te tőled nyertem. És nem a magamé vagyok, és nem az ördögé vagyok, mert áron vétettem meg, nem veszendő holmin, hanem Jézus drága vére által, amely legdrágább az egész világ mindenségben. Ezért dicsőítelek, Istenem, testemben és szellememben, és a tiéd vagyok. Köszönöm, hogy fénylek, mint a csillagok e világon, egy elvetemedett nemzetség közepette, és a te szeplőtelen gyermeked vagyok, feltetetlen és tiszta. Szent Atyám, mennyi Atyám, te teremtettél a te képedre, te teremtetted az emberiséget, férfiúvá és asszonyát teremtetted. Atyám, te is tudod, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Kérlek téged, szerezd nékem segítőtársat, hozzám illőt, hiszen megvan írva, hogy sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Ha egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak, s a Jézussal kötött hármas kötél nem egy hamar szakad el. Hálát adok neked, mennyi édesapám, hogy megőrzöl engem a nem hozzám tartozó asszonytól és a beszédével hízelkedő idegentől. Köszönöm, Uram, hogy olyan társat küldesz én nekem, aki úgy szeret engem,
miképpen a Krisztus is szerette az ő egyházát, és önmagát adta azért. Köszönöm, hogy egyenlő indulattal leszünk egymás iránt, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, ugyanazon indulattal lévén, semmit sem cselekedvén, versengésből, sem hiább való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván magunknál. Az az indulat van bennünk, amely volt Krisztus Jézusban is. Jézus nevében. Amen.